Sziasztok, kedves barátaim! Múlt héten beszéltünk egy nagyon jó témát. Az áldozatokról. Most a következő héten a téma lesz a tisztán látás. Ugyanakkor fogunk beszélni a durva szintről, ez azt jelenti, hogy hogyan működik a mi szemünk, hogyan lát a szem, milyen problémák vannak, még egy kis gyakorlatot is csináljunk. Következő alkalommal fogunk beszélni, hogy hogyan a mi látás rendszerünk rakja össze egy képet. Mert nem biztos, hogy csak a szem miatt elég nekünk a szemünk, és már látunk a képet. Nem, megbeszéljünk, hogy hogyan csinálni fogunk kísérleteket, és fogtuk látni, hogy ugyanazt a képet különböző módon látnak különböző emberek. Utána tovább szélesítjünk a látásunkat, arról fogunk beszélni, hogy hogyan alakul a mi látásunk, a különböző helyzetekről, amelyikbe kerülünk. És ott is fogunk látni, hogy attól függ, hogy hogyan látom a helyzetet, azon fog múlni, hogy én hogyan fogok megélni. Fájdalmaként fogok megélni, vagy boldogságnak fogok megélni egy helyzetet. Arról is fogunk beszélni. Végül arról is fogunk beszélni, hogy mit jelent a tisztán látás. Mert interneten és körülöttünk egyre több ilyen helyzettel találkozunk, hogy tisztán lát. Van-e különbségek? Ő így látja tisztán, másik ember máshogyan látja tisztán, akkor hogy lehet, van-e különbségek? Lehetne-e különbségek a tisztán látás között? Hogyha van, akkor miért van? És végül erre kell születni, valamilyen varázslónak kell lennie, vagy bárki is tud tisztán látóvá válni. Ezek lesznek a témák. Akkor most egy kicsit beszéljünk a mi szemünkről. Hogyan működik, hogyan lát a szemünk. Egyszerű, meg lehet nézni amúgy interneten kutatni a szemnek a felépítését, ahol megmondják, hogy működik következő módon. Van szemgolyó, akkor szemgolyón elől van szemlencse, és szemgolyó fenekén van makula. És a szemnek az a feladata, hogy a szemlencse által, amit megkeres egy fényt, vagy egy képet, akkor annak a fókusza kell, hogy kerüljön makulára tisztán, és hogyha makulára tiszta fókusz kerül, sikerül fókuszálnia, akkor utána onnan az impulzus kép az idegeken által megy az agyba, a látóközpontba, és akkor rakja össze a képet. Aztán szem körül vannak izmok, amik biztosítják a fókuszálást, mert mi, amikor nézzük szemünkkel, nem mindig ugyanabban a távolságban nézünk. És ahhoz, hogy a fókusz történjen, hogy ne legyen homályos, hanem tisztán lássunk a képet, amikor én közelebb nézek, akkor vannak úgynevezett ferde szemizmok, ami szem fölött és alul van, és amikor közelebb nézem, akkor a képnek a fókusza az el fog menni a makula mögött. És a szemnek az a feladata, hogy kihúzzon előre fókuszt a makulára. Ezért, hogy ez történjen, a lencsét előrébb kell tolni a szemnek. Mint a objektív, amikor mi közeli dolgokat fényképezünk, akkor kitolja az objektív, hogy a érzékelőre kerüljön a fókusz, és akkor éles képet fog csinálni. Hogyha távol csináljunk, akkor vissza fog hozni, mert akkor a fókusz az ide kerül, a szem gólyú közepére, vagy belsejébe,
és vissza kell menni a lencsének, az egy pici mozgás, nem kell nagy. És akkor, amikor már újra makulára kerül a fókuszpont, akkor tisztán látunk távol. Ez így működik. A szemünk ugyanúgy működik, az objektív, távoli objektumokat kicsit visszamegy az objektív. Hát ez az egyik ilyen durva mechanizmus, és általában itt van sokszor probléma, miért homályosan lát valaki, hát szemizmukkal van probléma. A fedne szemizmukon kívül, amit mondtam, ők a fókuszálás távol közel segítenek. Vannak még egyenes szemizmuk, amit fölle, ugye van felső-alsó, amit fölle emelnek a szemünket, vagy elengednek. Van belül, belső és a külső, ami jobbra-balra, és így együttesen négy szemizmunk körbe is tud forgatni a szemünket. És van, amikor szemizmuk probléma által, most nem megyünk részletekbe, de valamikor nagyon görcsös a szemizom, és akkor össze van nyomva a szemgólyó, és ilyen ember közel nagyon jól lát, mert a fókusz pont a makulára kerül, de amikor távol akar látni, akkor a fókusz már nincsen a makulán, hanem egy kicsit beljebb van a szemgólyóba, és akkor a makulára már elmosodott kép kerül, és akkor nem lát tisztán távol. Itt vannak mindenféle gyakorlatok, hogy mit kell csinálni a szemeinkkel, lazítani kell, nyújtani kell egy kicsit a ferdeszemizmukat, hogy újra gömb legyen a szem, mert mikor szemgömb, szobályos gömb formában van, akkor szabályosan tud látni mondjuk távol, és amikor szemizmok begörcsölnek, összenyomják, és nem engednek a szemgólyót, akkor az kicsit így, az annyira nem lehet látni szemünkkel, mert csak egy kicsit így kinyúlik, mint egy uborka, és akkor közel lát jól, de távol, hogyha ugyanebben formában van a szem, akkor nem lát, akkor homályosan lát. És fordítva, hogyha legyengültek a ferdes szemizmok, és görcsösek az egyenes szemizmok, nem, mert amikor én távol látom, akkor el van lazulva a szemgólyos gömb formában van, akkor én tudok jól látni távol, és ahhoz, hogy közelebb megint lássam, akkor össze kell nyomni szemgólyot. De mondjuk ferdeszemizmok nem tudják összenyomni gólyot, hogy ki nyúljon, mint egy objektív, hogy előre menjen a lencse, hanem így marad, mert mondjuk görcsösek az egyenes szemizmok, akkor nem tudok látni közel, gyenge a ferdeszemizom. Mert a makula mögött van a fókusz, és nem tudja a szem előrehozni a makulára a fókuszt, hogy lássam tisztán. Mindjárt egy pár gyakorlatot meg is mutatom nektek. Hogy emlékeztek, a május hó elején beszéltünk palmingról, hogy kell szemet lazítani, meg energetizálni, mondjuk. De mielőtt ezt mondom még egy finomabb dolgot, de ugyanakkor, ami szemünkben benne van, az, hogyha nincsen harmóniában és egyensúlyban, akkor azt attilus romlik a látásunk, ez például a tűz. A szemünk úgy látja, mint most már egyre kevesebb, de CD-olvasó, ilyen lézeres CD-olvasó. A szemünkben van egy ilyen tűz, Alocsaka Agni, és amikor ez a tűz ez jól működik, akkor ember nagyon jól lát minden. Bár sötétben, világosban, hát ilyen relatív sötétben, homályosban is jól lát, világosban is jól lát, és tud fokuszálni messze, közel. Aztán, amikor ez megzavarodik, például, hogy ember nem nagyon sokat stresszel, nagyon rosszul táplálkozik, ami tudjuk mostanában mindenkinek van sok problémája, na ez nem csak a szemizmunkat megzavarja, amitől életlen lesz a látás, hanem az a tűz, Alocsaka Agni. A nélkül nem tudjunk jól látni. Ez a tűz, ezt lehet érezni a tűzet másik szemünkbe, csak mi tudjunk, erdőtől nem lehet látni a fát. De, hogyha mi kicsit belegondolunk, hogy valamikor mi megyünk és érzünk, hú, valami kényelmetlen, és akkor hátra nézzük, és látjuk, valaki bámol minket. Szóval meg tudjuk érezni azt a tűzet a szemeiből.
valamikor nem merünk másoknak szembenézni, mert érzünk ezt a tűzös energiát a szemeiből, valakinek negatíven jön át, valakinek pozitíven jön át, annyi sok minden, de nap mint nap találkozunk másoknak a szemnek a alócsaka Agnival. És ugyanakkor, amikor mi nézünk, akkor ezen múlik. Itt nagyon fontos ismerni boldog élet törvényeit, és egy lelki életet élni, ami kiegyensúlyozza a tudatot, és ellazítja a testet. Ugyanakkor ott helyes lesz a táplálkozás is, és akkor embernek a harmóniába fog jönni alócsaka Agni, ez a szemnek a tüze, és akkor oké lesz. Ugyanakkor a szemtorna is egy valamilyen szinten javítja azt a tüzet, és hát, hogyha valaki akarja kicsit bővebben tudni, mert most nem akarom egy órát beszélni róla a szem dolgokról, akkor leírásban rakjunk egy linket, YouTube-on van egy 2 órás előadás a szemműködéséről, és ott sok minden titok is van, például, hogy valójában meg lehet gyógyítani, vagy inkább helyreállítani a látásunkat csupa gyakorlatokkal. Oké, akkor most csináljunk egy kis gyakorlatot, azt lehet csinálni naponta többször, és már is, hogyha ettől az egyszerű gyakorlattól nem fog, akinek nagy a dioptriája, teljesen megjavulni, de fogtuk látni, hogy azért nagyon nagy segítséget fog nyújtani. Oké, akkor ajánlom nektek szeretetlen ezt a kis tornát. Pislogjunk, pislogjunk, pislogjunk. A pislogás ez ellazítja a szemünket, a szemizmainkat, mint a kis, amikor tornázunk, és utána megrázunk kezünket, megmozdulunk, így ellazítsunk. Mielőtt következő torna gyakorlatot fogunk csinálni, akkor nagyon fontos mindig ellazítani. Itt is ugyanaz lesz, és gyakorlatok között fogunk lazítani pislogással. Oké, első gyakorlat, nagyon egyszerű, föl és le. Itt fontos, nem kell mozdítani fejünket, hanem csak a szemünket. Plafonra és a padlóra nézünk. Akkor kezdjük, pislogjunk, 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 és akkor föl, le, föl, le, föl, le, föl, le, föl, le, és föl, és le. Pislogjunk, 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 nagyon jó. Akkor most jobbra, balra, akkor nekem balra, nektek jobbra, és akkor így elkezdjük. Mutatom, itt próbáljuk jól kifordítani maximálisan jobbra a szemünket, utána balra. Jó? Kezdjük, pislogjunk, 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 jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, pislogjunk, 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 nagyon jó. Most átlót csináljunk, jobbra föl, és balra le. Pislogjunk, 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 jobbra föl, balra le, jobbra föl, balra le, jobbra föl, balra le, jobbra föl, balra le, jobbra föl, balra le. Pislogjunk, 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 másik irányba, balra föl, jobbra le. Kezdjünk, balra föl, jobbra le, balra föl, jobbra le, balra föl, jobbra le, balra föl, jobbra le, balra föl, jobbra le. Pislogjunk, pislogjunk, pislogjunk. 2 gyakorlat marad. Az egyik, úgy hívják a téglalap, fogunk szemünkkel húzni vonalat. Először balról, alulról föl, utána a plafonon felső, oldal lefele, és a padlón az alsót. Csináljunk ilyen 3 egyik irányba, utána 3 másik irányba. Pislogjunk, 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 a szemünket engedjünk balra le, nem, nektek jobbra, jobbra le, és akkor megyünk föl, felső vonalt, le, és alsó szokóig, és akkor rajzoljunk megint föl, felső, le, alsó, föl, felső, le, alsó, pislogjunk, 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 visszafele, most nektek balról fölfele megyünk, jó? Oké, engedjünk a szemünket, és akkor onnan kezdjünk föl, felső, le, alsó, föl, felső, le,
alsó, föl, felső, le, alsó, pislogjunk, 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 nagyon jó, és akkor most a következő gyakorlatnak az eneve, hogy óra, körbe fogunk tekerni, nagy-nagy kört rajzolni szemünkkel, és én fogok mondani számokat, és csak így megyünk körbe-körbe, ne álljunk meg, fogok mondani 12, 3, 6, 9, 12, jó? Pislogjunk, 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 emeljünk szemünket 12-re, és akkor megyünk 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, pislogjunk, 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 és visszafele. 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. Pislogjunk, pislogjunk, pislogjunk. Nagyon jó, megdörzsünk a kezünket, tenyér közepére rakjunk szemünket, ujjakat így keresztbe rakjunk, és ha van asztal, az a legjobb, könyökölni lehet asztalra, hogy eltakarjuk a szemünket, és akkor ellazítjuk. Akkor először gondoljunk pozitívot, hogy hú, az én szemem végre foglalkozok veletek, ti mindig biztosították sok-sok jó munkát, most én is 3 percet szánok rátok, foglalkozok, hogy továbbra is tisztán lássak. És akkor megdicsértünk, akkor most ellazítjuk a szemünket. Akkor kezdjünk. Ellazul a szemhéja, ellazulnak a feldeszemi izmainkat, meg lehet nézni majd anatómiát, hogy néz ki, hol vannak az izmok, és akkor így lazítani. Ellazulnak az egyenes szemizmaink, ellazul a makula, ellazul a retina, makula körül ellazulnak fényérzékelő pálcikák, sejtecskék, ellazulnak az idegek, idegszálak, ellazul a látóközpont agyban, az agyban ott hátul van, végül ellazulnak a mi arcizmaink. Szépen minden ellazíthatunk maximálisan. Szóval ez egy nagyon rövid kis torna, lehet csinálni naponta többször, és nagyon-nagyon hasznos eredményeket fogtok tapasztalni. Most ki kell lépni a palmingból, következőképpen, hogy arra maradjon arcunkunk a tenyereink, üljünk egyenesen, és akkor tenyereink alatt szemünket így összehonyorítjunk, szorítjunk el, és ellazítjunk. Még egyszer szorítunk, ellazítunk, szorítunk, honyorítunk, ellazítunk. És utána a csukva tartó szemünket, kezünket leveszünk, és akkor fölle kicsit vérkeringést aktiváljunk, fölle megmozdítjuk, mint hogyha igen, igen mondjunk. Nem, jobbra-balra mozdítjunk a fejünket, nagyon jó. És akkor előre engedjünk a fejünket, körzés. 1, 2, 3, 4, vissza. 1, 2, 3, 4. Ujjainkkal érintjük a szemeket, pislogjunk, pislogjunk, nyitottunk. Ilyen kis rövid, hasznos torna. Ma beszéltünk durva dolgokról, hogyan lát a szemünk mechanikusan. Következő videóban majd beszéljük, hogy hogyan áll össze a kép igazából. Kicsit finomabb dolgokra megyünk. Addig is köszönöm szépen. Ne felejtsétek feliratkozni a csatornára. Nyomjátok a csengő gombot, lájkoljatok a videót. Majd találkozunk. Hare Krishna!